Szinte mindenki ellátogat időnként valamelyik szabadtéri vízpartra vagy strandra a nyár folyamán. A hűsítő pihenés viszont veszélyeket rejtett, a tolvajok ugyanis kifejezetten kedvelik az ilyen helyszíneket. A rendőrség szóvivője szerint éppen ezért érdemes csak annyi pénzt magunkkal vinni, amennyire feltétlenül szükségünk lehet. Lehetőség szerint akár a medencébe műanyagtartóba vigyük magunkkal, ne hagyjuk a strandon őrizetlenül értékeinket. Tehát ha csoportosan érkezünk a strand területére, vagy bármilyen fürdőhelyre, akkor ne csináljuk azt, hogy letakarjuk egy törölközővel, és elmegyünk, ott hagyjuk a plédünket, illetve az általunk oda készített értékeket, mert azok, akik ezzel foglalkoznak, természetesen kifigyelik. Hasznos lehet az is, ha értékmegőrzőben vagy autóban hagyjuk például a mobiltelefont, és ott is érdemes lehetőleg a csomagtartóba rejteni az értékeket, oda ugyanis nem látnak be a tolvajok. A parkolókban is vannak olyan személyek, akik figyelik azt, hogyha értéket látható helyen helyezünk el a járművükben, akkor azt esetleg fel is törhetik, és az autónkat kipakolhatják. Az alkoholfogyasztással is érdemes csínyán bánni, a forróságban ugyanis sokkal előbb árt meg az ital. A rendőrség ezért kifejezetten azt is kéri, hogy aki ivott, ne menjen vízbe.